Szevasztok, mangókák! Elindult az Erdély trip, mutattam a társaságot. Azt ki, hogy állandóan betegekkel utazunk órákig. Hát, de jobb nem tudom elmaszkolni magam. Tudósítunk a 13. Erdélyi Seprő versenyről. És Istvánunk eközben, ahogy szokta, nincs itt, kapcsoljuk István kameráját. Nagyon jó lesz. Mi történik itt, Lézer? Hello. Hú, megálltunk üdítőzni, cigarettázni. Még egyelőre az út egy 118-át se tettük meg. 5206. Megy a izem. De te meetingen vagy? Hát, ja. Annak a biztosíték, hogy egy ideig ne kelljen vezetni. Temesvár. Ugye? Igen. Bergenbír. Na, akkor megyünk cigizni. Thank you. És nem úgy néz ki, hogy a hargyula. Izébe megyünk. Kis hargyula. Kis hargyuszi. Nagyon jó. Kula bátyán. Kula bácsi. Berakom ezt a jó vásárolt CD-t, nézzük, hogy mi lesz. Köszönjél! Hagyd fel minden reményem! Hagyd fel minden reményem! Szevasz! 10 tavaszkajat hívunk! Nagyon rosszul szórakozom! Benetra! Vinișor de viță aleasă și beau cu o mândră frumoasă. Vinul beau mândră, iubesc-mă, că-mi place să trăiesc, mă. Vinișor de viță aleasă. Van egy nápa, utána egy körforgalom, ahol elsőséget feladjál, az ilyen. Jani, milyenek itt a közlekedési viszonyok, hogy éled meg? Elég kemény. Nyugodt? Vezetés jellemzi? Hát, az teljes mértékben. Olyan nyugodt vagyok, hogy csak nem. De már a kormát letépni a helyéről. Ja, ott a Hollywood felirat, de laza. Oameni frai stau lângă mine, au muzicanți, se cântă bine. Hölgyeim és uraim, megérkeztünk, tapsoljuk meg a sofőr! Lézer, mi történt? Hát a fülesemből a gumi beleszorult a fülembe, és olyan mélyen van, hogy nem bírom kiszedni. Gyere, csörös fogó! Mondtuk, hogy nem sok ideje van hátra. Hallod? Elkezdett leépülni a lézer. Hallod? Nehogy bejebb nyomva, kiszedem neked! Annyit se hallok, mint el. Ne bazd, most kiszedjük! Hát van nálam szerszám egy csomó! Megjöttünk! Nem sokára újra jöhet a füleden is a füleden. Maradj egy helybe! Újra hallok! Állandóan beleragad. Jó, most már jó, milyen? De jó, hallok. Milyen volt előtte? Szar. Hát nem hallottam. Bár lehet jobb volt. Most a másikat is szedjük ki. Azt már lenyelted? Hát az bejebb van. Băutura merge bine cu oameni faini lângă cine. Și mâncarea-i mai gustoasă, lângă o mândruță frumoasă. Ha! Meg is érkeztünk, itt vagyunk a koncert helyszínén.
azaz a BBO Beach-en, ami egy nagyon menő ilyen kis tavas sztori. Mutatom is, itt látható mögöttem. Fogjuk meg és vigyétek! Jaj, dicsa! Nem jó ám! Ó, oh, mondjuk én azt szeretem, ha hozzáér. Bi! Be kell menni középre, nem? Vállalom! Oda vigyázz! Egy kézzel! Föl lehet tolni szerintetek? Vagy ez ez? Na, itt vagyunk, szalad a forgatási beállás, itt vannak velük is tiék is, szevasztok, mondjátok, hogy szevasztok, szevasztok. Az van, hogy van itt egy ilyen úszó alkalmatosság, ez a hely tartozéka, és hát ez nyilván egyből mindenkinek az érdeklődését felkeltette. Tudósítunk a 13. erdélyi seprő versenyről, ahol az immáron győztesé vált főhős még egy hobbi söpréssel a fotósok kedvéért megkoronázza az eseményt. Ez egy profi seprő ez az ember, tehát úgy seper, ahogy kell. Látszik, hogy tudja és akarja és élvezi. Miközben zajlik a pakolás és építjük a koncerthelyszínt is és a videóklip helyszínt is, közben megnyitott a reggeliző. Sziasztok, reggeliző! Megint szörnyen rossz dolga van a zenekarnak. És Istvánunk eközben, ahogy szokta, nincs itt, kapcsoljuk István kameráját. Na igen, hát Istvánunk, ahogy szokta. Tehát tényleg nem csalódtunk benne, a reggelin úgymond nem vesz részt, pedig hát kellemesen hűs sörök, ugye? Mondhatjuk, igen. Nagyon kellemesen hűs sörök, nagyszerű szendvicsek. Lackó, tedd meg, amit megkövetel. Haza. Menjek rá. Hát erre rá kell menned. Add ide a gitárt, mert azt tudja, hogy most vered szét a fejeden. Boxa itt van, azt ledobjuk rá, hiszen alá. De azt teszünk be. Srácoknál van. Igen. Tapsoljuk meg a bűvészt. Lehet. Inog, megérezte a súlyom. Várja vissza. Jó vagyok. Na hát Lackó Mackó vízre szállt. Estére billentyűst kasztingolnánk. Feszített víztükörként a lelkünk úszik, hangtalanul az ében színesek vagyunk, és nyomokat hagyunk, a mosolyunk ott van az ébredésben. És ha majd öreg leszek, és öreg leszel, a sok szép emlék az égig emel. Csak hálás lehetek, hogy ez történt az életemben. Lackó! Ne menj olyan gyorsan! Ne menj olyan gyorsan! Lackó! Azt tudod, hogy egy meetingen kéne épp lenned? Na hát igen, most itt vagyok megint egyedül egy tavon, mint a szó nem elégbe. Csak most Erdélyben vagyunk. Elég menő. Egy órányi sörellátmány. Van egy gitár. És hát, ha beleesnék a vízbe, igazából az se okoz gondot, bár nem tudom, hogy ki dobja utánom. Kemény a dolga egyébként a velencei evezős kollégáknak is. Szép volt? Jó volt? Azért kellett evezni. Erre-arra, mert ment magától is. Tájábrágosan nézel ki a kis tutajon. Kegyetlen durva. Pista meg arccal leszedi a betonfalat. Mutatom a parkolást. Dobja a kötelet, révész. Profik úgy csinálják, hogy megfognak belőle egy nagyobb darabot. Azaz. Így. Hopp! A kötélen menj ki! Az jó. Az evezővel egyensúlyoz. És ne, Lackó, most kezdődik a vízke. Ez már néptánc videó. Ez már Ungvár. Ungváron kezdesz lenni. Hány csomó a sebességetek? Egy század? Yeah. Na, most kaptam segítséget, úgyhogy... És bejutottunk idáig. Na, látszódik, hogy nem könnyű ez az evezés. Ugye, én már 62-ször bejártam a teljes tavat. Mesélj el, mi történt? Várjál, na.
Beged előkött a hajóról. Belökött a... Ah! Segíts, csak gyere! Várjál, várjál! Csak ezt a... Hogy ne menne meg? Na szóval mi történt? Ezt meséld el, mert azért ezt érdemes. Belestem a vízbe, de az a legkevesebb bajom. Egy nagyobb bajom, elállatott a szivaram. Jaj, majd biztos, hogy ebbe fognak segíteni. Menjünk ki. Hogy? Menjünk ki, vagy szexizel. Elérkeztünk. Innentől hasznosba megyünk ki, nincs semmi ezzel. Azaz! Csák Jens Ibite! Az öreg Csák Jens. Az van, hogy a beállásra elkészültünk, itt van mögöttem a készre rakott színpad, ami már csak a Mangorás csapatát várja. Közben gyönyörűre megcsinálták itt a beach-et, azért elég jól néz ki a helyszín, és az van, hogy mindeközben ott szemben mögöttem fönt a hegyen, nem tudom, hogy meg tudom-e mutatni, de azt hiszem, hogy ott talán egy picit látszik, hogy ott így, hol vagy kell, szintaxáról, ott éppen Istvánnal forgat a csapat, és Lackó pedig arra vár, hogy együtt visszahúzzuk ide, a rendeltetésszerű helyére. Nem tudok mutatni, visszahúzzuk a rendeltetésszerű helyére ezt a kis vízi egységet, amit forgatunk a Lackóval. Tudja, dalmat, b***am meg anyádat! Nem kell, büszkeség is van a világon, kifelé fúj a szél, levezzünk, visszavisszük. Hát ehhez képest a csigák veszőfutása az szinte semmi. Ennyi. Megcsinálta. Nagyon jó. Itt száll partra a Mangorás csapat, a gyere, gyere. Profi! Csá, te leszállsz! Mindenki, jó, helyes! Most van az, hogy kijött István a tojtojból, és annyira használhatatlan azt, hogy konkrétan elviszik azonnal. Nézd meg! Hát ezt mondom. De kemény. Kakmandu. Ezt hiszem, hogy azt látjuk, ahogy Istvánnal végez a csapat. Nem megölik, hanem forgatnak vele. És ez már itt egy ilyen összepakolós résznek tűnik, itt szaxofon mutogató, lámpával hazasétálós. Úgyhogy halad a móka. Na nézzek, végeztek ezek a hősök. Nagyon jó. Szevasztok, mangókák, itt vagyunk fönn a hegyen a fiúkkal, folytatódik a móka, mi várható? Hát azt az Isten se tudja, reméljük, hogy felveszünk valami kocsis jeleneteket. Kocsis üldözős jeleneteket. Üldözős GTA jeleneteket, igen. Senki nem hal bele. Király, hát akkor legyen ez. Yeah! Nem lesz messze a pista. Nem ott van. Ott a távolba. Mert úszik.
Nem titeket keresünk, ne haragudjatok. Nem láttátok a Pistát? Nem. Jobb, ha visszamentek az autóhoz. Pistát, nem láttátok? Jobb, ha visszamentek itt az autóhoz. Ment, előre nem világított a szemembe. Hogy érti? Arra ment el a pityú? Az k***a jó. Abba az irányba? Hát oda busszal menjünk. De ki? A szaxofonistánk? Igen, ugyanilyen rasztás vagyunk. Aha. Mondjuk elég valid. Ja. Akkor meg kell keresni. Mit csinálunk? Most már eltűnt. Csiki chips, 13. zacskó. Picit én is eszek belőle. Egy ilyen 10 km sétálás után vagyunk, órák óta jövünk. És az a durva, hogy erre nem kell menni. De most nem mondd már, hogy István meg elsétált, tudás, hanem rég a buszba ülnék itt sétálni. Szám. Ennek van a realitása. Ne jó, semmi ez senkihez a kezeddel, a milyen kezeiddel. Ennyi vonattal. Az szép, aki rengeli szél, vagy mi az? Az a lényeg, hogy túléltük. Túl. Még a Pista is. Az is takar egy fél deci. Azt beszéltük a Janival, hogy majd úgy vigye a buszt, mint hogyha kéz nélküli üvegemberek állnának benne. És van köztük nyugdíjas kérdés. Akit frissen műtöttek, tehát szépen kell most mennünk. Happy birthday to you! Én iszak egyet az egészségedre. Mondd meg a szélnek, hogy még egy menet lesz minden felnőttnek és minden gyereknek. Mondd meg a holdnak, hogy kell minden éjszaka az égboltra egy kis fény. Kövesd a felhőket könnyedén nevetve, az esőben úszva, a föld felett lebegve. Legyen mindenki szeretve, aki több, mint egy én nevű lény. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, otromba sárcipődet, szolgálja a géniusznak, add neki emberséged, mert pont is végtelenség, akkor, mint a többi. Figyelj, ez egy iparművészeti műremek. Az mi? Hát ez meg mi a szar? Há, hogy néz ez ki? De igényes! Gyere, Lackó, nézd meg, milyen szép! Ez egész purhabból van, vagy nem tudom, üvegszálból. Miből van ez? Milyen igényes. Á, ez nem csak rendkívül praktikus, hanem szép is. Van azért egy jellege. Van, nem mondom ki. Jó napot kívánok. Megérkeztünk, Sepsiszer gyerek. Csapat egyben van, mindenki alszik, kivéve Ákos, tartja bennem a frontot. Egy darabot ma ébresztő. Töltöttük a kocsimat. Ébresztő. Jó étvágy. De jó illata van. Jó, te is megkaptad az ilyen fákat. De én szeretem a fákat. Na jó, elmondom, hogy mi van, ide értünk a helyszínre, azért megviselt minket a tegnap, nekem tulajdonképpen majdnem nincs hangom, még ennyi van, hogy ezt elmondjam. István Whisky Coolát gyárt gyakorlatilag a backstage-ben. Többet. Ennyi, reméljük, jó lesz, szevasztok!
Szevasztok, pangókák! Szevasztok, Ogyi fel! Itt vagyunk Orbán Gabi barátunkkal, István éppen azt tetszett, hogy neki itt a koncert végén. Most kapcsolják ránk a villany, gyakorlatilag már annyira nem kívánc elemek vagyunk. Az van, hogy most elemezzük az Istvánnak azt az irányultságú ilyen tervét, vagy alternatív életstruktúráját. Magyarként én román rendőrré szeretném átképezni magam. Vagy átműtetni, ugye ezt nem tudjuk. Sok tanulás. Megtanulni a nyelvet, szakközép, egyetem, főiskola, nem tudom mi kell ez. Gumiból. Tizedes, százados, ezredes. És román rendőr szeretnék lenni. Ez Bonasiara. Polícia. Én nem akarok ilyet hallani. Átelera kontrollet. Közben elmondanám, hogy aki tegnap nem figyelt volna, vagy esetleg erről amúgy nem esett szó, mert ugye esti jeleneteket láthatok, Istvánnak a fején ez az őrületes dagadás, ez az, hogy tegnap belefejelt egy árokba, és a fejével fékezte le a teste súlyát, ez látható ott a fején. Amikor a repülő kiengedett kerekeknél száll le. Bombok lát! Ez volt a féktáv! Megtennéd, hogy elvágod a életet a szokásos módon? Jó reggelt! Megjelent az ablakom előtt egy vélhetően basszusgitáros, aki egy B hangot penget folyamatosan. De leginkább derítsük ki együtt, hogy ki az és mit csinál. Ó, szevasztok. Vedd ki az árkot, Árpád. S te se csak nézd, Áron. Szedd az árkot, Huba. Kívánom, hogy jó mély legyen ez az árok. De miért most kell bobketezni? Miért nem mentek innen? Emlékeztek, amikor gyerekkorotokba szinkronizáltátok a tévét? De figyelj, most ez jön. Áron? Ssss! Kevés ez a bobket ide. Hozzatok még 4 bobketet. Nem. Huba nem csinál semmit. Többen alszanak még a zenekarból. Ennek a gépnek alig van hangja. Nem is kell ide árok amúgy. Gyertek, hozzatok egy forgókotrót. Az kell ide. Ssss. Te vagyis nem elég hangos. Te vagyis. Huba nem csinál semmit. Az idő megszállat. Amúgy a tegnapi ügyel kapcsolatban azt még el szeretném mondani, hogy szörnyetesen profi volt a szervezőség. Annyira merő látni, amikor valakik ennyire értik a dolgukat, és hát nagyon sokszor azt mondom, hogy Magyarországon példát vehetnének arról az összeszedettségről, szervezett munkáról, a minőségről, amit képvisel a munkájuk, és azért azt is hozzátenném, hogy ez nem csak technikai értelmében értendő, hanem az van, hogy ezek az emberek, ezek össze vannak szokva, szeretik egymást, szeretik a munkájukat, pedig nem vagyok benne biztos, hogy annyit kerestek, mint Magyarországon egy ekkora színpad mellett, de amúgy remélem. És még az is benne van, hogy kedvesek. Tehát a leginkább, amit el tudnék mondani arról, hogy milyen érzésekkel megyek haza minden egyes alkalommal Erdélyből, és szerintem akár több eszembe is mondhatom mindannyiunk nevébe, az az, hogy mindig kedves mindenki. Az útszélén bolyongó, szamárterelő, szegény embertől kezdve a boltoson át volt olyan, hogy megérkeztünk egy szállodába, és konkrétan a pultos néni, akivel lézer amúgy addigra összespanolt, de ez most mindegy, tudta, hogy jön egy zenekar hozzájuk, kijött a pultból, amikor megérkeztünk, és így megölelt a keblére vett, és mondta, hogy jaj, de örülök, hogy ide értetek, és hogy minden rendben. Hát nekem ilyeneket anyukám szokott mondani, hát ez mennyire jó fej már. És hogy összességében az a tapasztalat, hogy
hogy ezeknek az embereknek nem könnyebb feltétlen az életük, sőt, nem tudom, tehát hogy nincs semmi, ami indokolná, hogy kedvesek legyenek pluszba, de ők mégis, de ezért ezt tanuljátok meg ti is. Iszonyatosan sokat jelent, nagyon sokat változtat mindenen, és hát ezt nem lehet mással kicserélni, ez egy olyan dolog. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük most éppen a Kürtös Kalács Fesztivál szervezőinek, de amúgy is úgy mindenkinek, akivel itt találkozunk, imádunk idejönni, igazi szívünk csücske, tehát magyarul szólnak hozzánk, sokkal szebben és sokkal kedvesebben, mint otthon, tisztelete kivételnek, de gyerekek, csak azt tudom mondani, hogy erről példát lehet venni, írtó jó. Jön a reggeli, aztán pedig pityókás kenyeret megyünk keresni, meg pálinkát. Bár ebből tegnap amúgy kaptam, képzeljétek, pont a születésnapom volt, és kaptam két üveg pálinkát a rajongóinktól, és nagyon vicces volt, bejött egy őr az öltözőbe, és azt mondta, hogy elmondjak már, de ezt két lány küldi, azt mondják, nem bízom benne. És tényleg nem amúgy. Mi akkor mindig viszünk a családnak azért itteni jóságokat, kis zakuszkát, majd körbenézünk, de minden esetre ti is ott lesztek, úgyhogy figyeljetek. Szevasztok, zuhanyzók! Elindult a kis csapatunk pálinkát és pityókás kenyeret szerezni, bár egy pityókánk már van, ő itt van. Milyen volt az éjszaka, hogy aludtatok? Versenyt horkoltunk. Milyen, és horkoltunk, és egymást videóztunk. Ezt ide most bevágom. Mics! Mics, ember a vízben! Éppen nézegetjük a srácokkal, hogy miket vigyünk. Van például itt, kezétek el, pálinkás csoki. Nagyon kis szép csomagolásban. Ez tök guszta. Szerintem a cicaport az olyan... A cicaport? Annyit találtam. Gyerekek, jaj de szép. Nézd meg de szép. Hát ez csupa vitamin. Rahat. Na. A leghiánypótlóbb termék a lila csoki kanál. Ennél nincs jobb. Csak a fehér. Jól van. Ákos, mit viszel le? Kenyér. Kedves gyerekek, itt látható a Málik Józsefnek a részdomborműve. Ő az első székelyföldi középfokú lánynevelő intézet igazgatója. Mekkora respekt! TTTT. Eve főstrigó. Gyerekek. Abba a szép szemedbe veled öregszem meg épp képzeletben. Fogd meg a kezemet és soha többé ne erezd el. Akarom, hogy te fedezd fel, hogy szabadok maradunk, amíg lüktet ez a tánc. Finom a csókod, a sóhajod, ne a reneszánsz. Éber álommá válsz, ahogy a testeddel bánsz. A világgal mindig is szembe mentem, hogy honnan fúj a szél. Azt kerestem, mint a vízen a csónakot, úgy ringad az éj. A lábnyomom, ha követed hozzám ér. Itt várlak a most nevű pillanatban, ahol hagytad a szívem. Én ott maradtam, amíg távol voltál. Elfogadtam, ami igazán számít, az láthatatlan. Ami igazán számít, ami igazán számít, ami igazán számít, az láthatatlan, ami igazán számít. Jöjjöjjöjj. Ami igazán számít, ami igazán számít, az láthatatlan, ami igazán számít. Jánosok, Jánosa, yeah! Csak szép volt!